hogy miért válogatós a kutya, ezt igen gyakran kérdezik tőlünk különböző kutya tulajdonosok, és a rendeléseken is gyakran ez elhangzik, ez a kérdés. Nagyon nehéz erre felelni. Annyit biztosan tudunk, hogy a kutya nagyon szereti az állandóságot, a macska meg pláne. Az etetésben szint úgy, mint az élet vitelében. Hogyha röviden akarnék felelni arra a kérdés, hogy miért válogatós a kutyus, akkor azt mondanám, hogy megszokás vagy megszoktatás kérdése. Ha arra gondolunk, hogy a kutyának az etetés során leginkább az íz, és talán meglepetés egyeseknek a szag, az illat az, ami meghatározza, hogy egy adott ételt elfogadja vagy nem fogadja el a kutya, akkor el tudjuk képzelni, hogy ezeknek a változékonysága az ő ízlésvilágának vagy megfelel, vagy nem. Ha arra gondolunk, hogy nem csak az íz és a szag, hanem a tálalásnak az ideje is egy rendszerességet ad az ő szempontjából, és ami még nagyon fontos az étel minőség szempontjából, annak az ételnek a hőmérséklete. Minél magasabb a hőmérséklete az ételnek, annál jobban kijönnek belőle az illóanyagok, és az illóanyagok hozzák a finom illatát az ételnek. Tehát egy kevésbé jó, a kutya számára egyébként nem annyira szeretett táplálék, langyosan tálalva, vagy akár kicsit melegen tálalva, jobban elfogadható a kutya számára, mint hidegen. Az is fontos, hogy az ételek milyen formában, pépes, vagy akár száraz formában kerülnek a kutya elé. Az embereknél is gyakran előfordul, hogy az emberek is szeretnek rágni. Szeretik, ha ropog valami a szájukban, gyakran ugye ebből akár komoly megszokás is lehet. A kutya is így van ezzel. Persze megszoktatható a kutya is a pépes eleségre, hiszen bármire megszoktatható, intelligens állatról lévén szó, de előszeretettel veszik az olyan tápanyagot, amelyiknek hát a kis munka van az elfogyasztásával, ropogtatni kell. Azt is fontos tudni, hogy a kutya az édes íz iránt nem nagyon érzékeny, nem különösebben kedveli. Persze erre is megszoktatható, tehát ha valaki rendszeresen édesítőszert vagy cukrot tesz az ételbe, ennek az ízét is képes megszokni, és aztán már elvárja. Ez mindenképpen egy hibás elgondolás. Ugyanúgy hibás elgondolás a csokoládé adása a kutyának, amely akár toxikus következményekkel is járhat számára.